Olyan lehellete volt, hogyha a papír felé beszélt, láttam, hogy görnyed össze a lap. Én álltam az általános iskolában, a tornasorban, utolsó előttiként. Mellettem állt Petike az utolsó, belőle merítettem erőt, csak meg ne halljon. Mindenki azt hitte, hogy én vagyok a legjobb barátja, közben csak kísérgettem, nehogy eltapossák. De az a helyzet, hogy egyszer csak átkerültem egy másik osztályba, és ott már nem volt kegyelem, csak kosarasok. És akkor éreztem, hogy jó, rendben van, akkor én okos leszek. Csak a helyzet az, hogy én ebben a rendszerben egyáltalán nem tudtam okos lenni. Mert nem tudok megjegyezni se évszámokat, se neveket, de egyáltalán. Cserébe viszont jó a beszélőkém meg a fantáziám, tehát bármikor be tudom bizonyítani, hogy Hitler egy remek focibíró volt Angliában. Nietzsche egy japán hadvezér, aki ide dezertált, élt 1842-től 1222-ig, amikor is elvitte a kor híres nemi betegsége, az aranybula. És én ezt bármeddig tudom nyomni, de az helyzet, hogy a jutalmam mindig csak egy karó volt. Viszont kit érdekel, hogy melyik hó hanyadikán született a költő? Számít, hogy bak vagy vízöntő? Vagy tényleg nem értem, mert a korszak az még rendben van, de hogy pontosan mikor? Na most Sárika néni, a magyar tanárom, ő rendkívül szerette az évszámokat, és meg is gyűlöltette velem az irodalmat egy jó egy évtizedre. Ő egy nagyon kedves néni volt, a szemüveg tartotta egybe a fejét, a köpeny pedig a testét, és olyan tekintete volt, mint egy sarokba szorított laborpatkánynak. Hát sosem tudod, hogy milyen gyógyszert kapott szökés előtt, hogy lehet-e simogatni, vagy megmar. Minden egyes irodalom órát egy beszédtechnikai verssel kezdtünk, amit ő hangosan üvöltve vezényelt, és utána kellett mondjuk, hogy tigris, tigris, ritkán mosdasz, mindig mocskos bundát hordasz, ilyen ez a szörnyű tigris, ennél szörnyebb tigris nincs is. Ugyanígy néztem, mint önök, a vér megfagyott bennem. És az a legrosszabb, hogyha hibáztál, ő azt egyből kiszúrta, és már ment is be az aurádba. Olyan lehellete volt, hogyha a papír felé beszélt, láttam, hogy görnyed össze a lap. Az a fajta büdös szájú, akinek a csukva van a szája, a homloka büdös, egy ilyen megkerülhetetlen lény. És én akkor még nem tudtam, mi az a protézis. Életemben ott láttam először olyat, hogy valakinek nyitva van a szája, de csukva a fogai. Egy horrorfilm, érted? Tehát egy... És mindezek után elkezdődött a verselemzés. A verselemzés, ami gyakorlatilag... tulajdonképpen én mindig is a logikát kedveltem, tehát a logika alapján tudok megérteni mindent, és én csak puszta jó indulatból megkérdeztem Sárika nénit, hogy Sárika néni, ismerte személyesen Petőfi Sándor? Különben honnan a faszból tudjál, hogy mire gondolt, ha ugye ezt nem beszélték meg egymással? Ráadásul meg úgy nagyjából egy korosztálynak is tűnt, tehát tényleg a puszta jó indulat sugárzott belőle, de erre is kaptam egy egyest. Na most igazából erre az egyre jó az internet leginkább, hogy mondjuk a lexikális tudásra nincsen szükség, mert ha mondjuk én kíváncsi lennék arra, hogy mikor született Julius Cézár, mondjuk most hirtelen nem tudok olyan pillanatot felidézni az életembe, hogy erre kíváncsi lennék, de ha... akkor már beírhatod az internetbe, és ki is dobja, hogy Julius Cézár született júliusban, tehát ugye benne van a nevében, baszki, kitalálhattam volna ezt is, született júliusban, Krisztus előtt, tehát ugye Krisztus jelen volt a szülésnél, 100-ban. És ezt bárki kérdezi, már adhatod is neki tovább, de mi, ha egész életedben senki nem kérdezi, akkor minek foglalja az amúgy is kicsi tárhelyet, ugye? Most vannak azok az emberek, akik mindent meg tudnak jegyezni. De mindent. Évszámokat, neveket, ez ilyen különleges képesség. De ez olyan különleges képesség, mint hogy valaki gyorsan fut, vagy nagyot szarik. Annál nem több. Emberileg annál egy picikét sem több. Mégis vannak, akik felsőbbrendűnek képzelik magukat emiatt, és elkezdenek bölcselkedni. És főleg, hogyha két ilyen ember ül egy asztaltársaságban, akkor te úgy érzed magad, mint egy darab szar. És akkor évszámok cikáznak, évszám, nem 48, 48, nyara 7 óra 52, és csak arra tudsz gondolni, hogy a
Anyátokat! Hogy lehet valami ilyen unalmas? Mert hogyha egy bölcsember mellett ülsz, az neked jó. Az jó érzés, mert te is kapsz valamit, úgy érzed, vagy valaki érdekes, meg tanulságos. Ja, és azt a tévhitet nagyon szeretném eloszlatni, hogy a találós kérdéseket bölcs emberek találták ki, akik ilyen erdők mélyén megbúvó, mohás-homlokú bölcsek. Nem. A találós kérdések gyökerek találták ki gyökereknek. Mert mondjuk van az a találós kérdés, hogy mi az zöld istállóban piros szénát fekete lovak esznek. Tudja ezt valaki? Hú, de sokan tudják. És honnan tudják önök ezt? Hogy az a gyökér, aki először elmondta önöknek, hagyott egy kis pétet, majd azt mondta, hogy dinnye. Mert azt nekem senki nem mondja, hogy ezt kitalálta, jó? Ugye értik a problémát. Tehát azt nekem senki nem mondja, hogy ezt fölfejtette, hogy várjál csak, azt mondja, zöld istáló, csak a dinnye héja lesz. Mi az ritkás erdőben boldog manók ugrálnak? Tető a hajamba, most találtam ki. Bármit kitalálhatsz, érted? Amit nem szégyelsz, bármit, de hál' Istennek minden találós kérdésre van egy helyes válasz. A kurva anyádat. Kérdezd meg tőle, mennyi az idő, kérjél pénzt, vagy hogy hol a főtér, de ilyennel ne fárasszál, nagyon szépen kérlek. Na most és akkor teóriám szerint ezek a bölcselkedők, akik minden évszámot meg tudnak jegyezni, ezek alkottak bolygón köré egy ilyen paragrafus ködöt, amiben a logikát kereső ember csak így kóvája. Nem érti az egészet. Persze az ügyvédek segítenek neked átmenni ezen a ködön, óránként 40 ezerért. Bocsánat, itt ez félrementünk, még 40 lesz, erre tessék parancsolni. És ez azért van ez a köd, mert te kapsz bármilyen csekket, 48 oldal magyarul, de nem érted. Ugye itt volt egy kis ráfizetés, ott egy kis százalék, még hozzájön summa cum laude, mi a fasz van, bazd meg? Miért nem írod oda, hogy 500? Azért, mert ahogy szegény anyám is kapott egyszer csak egy gázszolgáltatótól egy csekket, hogy ő tartozik 100 000 forinttal. Én? Hát én befizettem mindent. Jó, akkor tessék bebizonyítani. Én? De hát nem én írtam ezt a hülyeséget. És ameddig nem tudja bebizonyítani, addig bünti kamatokat fizet. Csüssz, szevasz! És ha te ezt beszeretnéd bizonyítani, akkor meg kell tanulnod egy idegen nyelvet. Mert hogyha elmész az ügyfélszolgálatra, ott olyan, mintha japánokkal kéne megértetned magad, nem? Hogy jó napot kívánok, itt azt mondják, tartozok 100 000-re, ez hogy van? Kap be a faszom 100 000! Elnézést, ezt az utolsó kettőt, ezt még értettem, de hogy az eleje, hogy az jó, elmondom még egyszer, nagyon lassan, hogy te is megértsd, te szerencsétlen hülye, csak siessünk, mert egy sor áll a hátad mögött. Szónya! Mona Danyúci! Tóta! Kabe a faszom 100 000! És az a helyzet, hogy vagy megtanulsz japánul, vagy beszoptad, és kinek van ebbe a sürgő forgó világba ideje megtanulni japánul? Senkinek. Szopni meg már tudunk, úgyhogy jó munkát majd mindenkinek, ha eljön az ideje.